In a recent interview, Hungarian Minister for National Economy Martin Nagy highlighted the fruitful cooperation between Hungary and China across diverse sectors, emphasizing that this cooperation is underscored by a relationship founded on mutual respect. Tiszteljük egymást, tiszteljük, amit elértünk, és tiszteljük egymás kultúráját. 2023-ban összesen 13 milliárd eurónyi beruházást tudott Magyarország vonzani, nagyjából 8 milliárd euró kínai befektetésekhez kapcsolódik, ami persze a következő években fog megvalósulni. Itt külön kiemelném a Bank of China, aki 21 éve van Magyarországon, majd megjelent a Chinese Construction Bank is fióként, illetve üdvözölhetjük a Chinese Development Banknak a képviseletét, és most kínai gazdaság befolyásolja a globális gazdaságot, és akár Magyarország teljesítményét is. The minister said China is on the right track based on its strategic thinking, noting China's successful development of the electric vehicle ecosystem as an example. A kínai gondolkodás, ez egy átfogó stratégiai gondolkodás, fejleszti a külkereskedelmet, fejleszti a tőkekifektetést és fejleszti az infrastruktúrát, a logisztikát is. Az elektromos autózás az egy ökoszisztéma. Áll egy általában napelemből, töltőállomásból, nem csak otthon, hanem a utak mentén is, és áll magában az elektromos autóból és az akkumulátorból. Ugye Kína egyszerre fejleszt mindent. Commenting on the EU anti-subsidy probe into Chinese EVs, the minister said protectionism is a dead end for economic development. He regarded the investment accompanying China's EV industry growth as an opportunity for Hungary. Azt reméljük, hogy a világ erről lefordul, és a protekcionizmus mindig megmutatta, hogy ez egy tévút, egy zsákutcába viszi a gazdasági fejlődést. Ebben csak is a verseny kényszeríteti ki azt, hogy Európában a versenyképesség emelkedjen. Jelennek meg kínai elektromos autógyártók, akkumulátorgyártók, akik sokkal jobb minőséget képviselnek, mint a nyugati autógyártók. Magyarország ennek helyet adott, és a bizalmat meg is szerezte, hiszen Magyarország egy jelentős elektromos autógyártó, illetve akkumulátorgyártó központtá vált.